Az elmúlt napok csapadékos időjárása nagyon jót tett a földeknek, de a hirtelen jött fagyos hideg idő miatt veszélybe kerülhet az idei termés. Csehi András kollégánk annak jár utána, hogy a fagykárok miatt idén tényleg csak a drágább import gyümölcsöt és zöldséget vásárolhatjuk-e meg majd a piacokon. Ma reggel Bálint gazdát látogatja meg. Jó reggel, sziasztok! Bálint gazda kertjében is elfagytak sajnos a gyümölcsfák. Jó reggelt kívánok! Hát a hőmérő azt mutatja, hogy körülbelül olyan 1-2 fok van, tehát majdnem 0 fok volt, amikor ide érkeztünk. Jó reggelt kívánok Bálint gazdának, jó reggelt kívánok Gyuri bácsi! A legfontosabb, és azért csinálok ilyen furcsán, mert hogy itt van egy megyfa, és látjuk rajta azért már, hogy alakul a termés, de az nagyon sok helyen nem. Igen. Hát nagyon jól lehet látni, hogy ez nagyon szépen virágzott ez a megyfa, de a virágoknak a jelentős része bizony megtermékenyülés után elfagyott. Egy-két szem gyümölcsöt lehet, gyümölcs kezdeményt lehet látni rajta, de hát az egyébként rendkívül súlyos ennek a fagynak a következménye, ami az utóbbi 3 napban, gyászos napokban elszenvedett az ország. És ez általános tendencia az összes gyümölcsfára, hogy így elfagytak a virágok? Hát, szinte az egész országban. Szóval persze az ország északi részében még súlyosabban, de én tegnap jártam a Dunántúlon, ott is rendkívül módon panaszkodtak az emberek, és kétségbe vannak esve, hogy a kertekben, meg hát a piacorientált gazdaságokban is, ugye, nagyon kevés lesz a gyümölcs, de ez nem csak a gyümölcsre vonatkozik, hanem sok minden másra, más mezőgazdasági terményekre. Hála Istennek, a búzának nincs semmi baja. Igaz, hogy nem éri el azt a méretet, amit valamikor régen mondtak a gazdaemberek, hogy ha a varjú ebben az időben, mondjuk április 21-én vagy 22-én elbújjuk a búzában, akkor már jó termés lesz. De hát most nem bújik el a varjú, mert sokkal apróbb a búza, de nincsen semmi baja. Köszönjük szépen, bocsánat, csak majd folytatják a témát bent, mi pedig majd legközelebb a magas ágyakról fogunk beszélni. Tehát akkor várjuk kíváncsian a szakértők, hogy milyen kár érte a veteményeseket, illetve milyen kár érte a gyümölcsösöket.